Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Július 14-e őrs és Stella napja van. Ma van a franciák függetlenségi napja, a Bastille várbörtön lerombolásának és a francia forradalom kezdetének emlékére. 14 évvel ezelőtt meghalt Janikowski Éva író, a gyermek és ifjúsági irodalom népszerű alkotója. Most pedig lássuk a nap legfontosabb eseményeit, először csak röviden. Egyre kevesebb húst, tojást és kávét vehetünk az átlag fizetésből Szerbiában. Szigorúbb közlekedésbiztonsági törvényt vezethetnek be, az ittas vezetőktől az autót is elkobozhatják. Kétoldalú tárgyalást folytatott ma Brüsszelben Alexander Vučić Donald Tuskkal. Az 1789-es francia forradalom kezdetéről és az első világháborús amerikai hadbalépés 100. évfordulójáról emlékeztek meg ma Párizsban. Mennyit ér Szerbiában a munka? Magyarán mennyit kell dolgoznunk azért, hogy biztosítsuk családunk megélhetését? Ezzel a kérdéssel fordultunk először is a polgárokhoz, majd egy közgazdászt is megkérdeztünk. Egyre kevesebb húst, tojást és kávét vehetünk az átlagfizetésből Szerbiában. Ha a 49.635 dináros áprilisi átlagbért vizsgáljuk, akkor számítások szerint 16 percet kell dolgoznunk azért, hogy 1 kg cukrot vehessünk. 3 percnyi munka például 1 tojást ér. 9 perc a munkahelyen 1 kg krumplival ér fel. Ahhoz pedig, hogy mosógépet vihessünk haza az üzletből, 11 nap 2 óra 14 percet kell verejtékeznünk a munkahelyünkön. Csak néhány példa arra, mennyit kell dolgozni egy-egy élelmiszerért, vagy bármi másért, amire szükségünk van. A statisztikai adatok szerint is Szerbiában egyre nehezebb megélni az átlagbérből, ugyanakkor a temerini piacon az általunk megkérdezett emberek szerint még a statisztikai adatok is csalósak, ugyanis az átlagbért senki sem keresi meg az ő ismeretségi körükben. A temerini Morvai Erzsébet szerint a szerbiai átlagbér nem elég a megélhetéshez, így nem is csoda, hogy a fiatalok külföldre távoznak, a lánya is emiatt ment Németországba. Dolgozott az újvidéki kórházban, és 30-40 ezer dinár volt a maximum fizetése túlórával, ha kifizették neki a túlórát, mert volt olyan is, hogy nem fizették ki. Ő már most harmadik éve Németországban van, és operációs terénben dolgozik, tehát előre haladt, letette a vizsgát, és nem mondjam, hogy a fizetése négyszerese, ötszöröse annak, ami itt Szerbiában van. Az élelmiszer és az árucikkek ára pedig olyan szinten van, mint nálunk az árak. Lévai Ferenc nyugdíjas, de 78 évesen is kénytelen dolgozni, mert nem tud megélni a nyugdíjából. Az én nyugdíjam az nagyon kicsi az átlag fizetéshez, ami itt nálunk most van Szerbiában. Sajnos olyan szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy a nejemnek nincsen nyugdíja, tehát én nekem még a mai napig is kell dolgoznom, 78-at taposom, és a szakmámban nem dolgozom, hanem a szakmához kapcsolatosan hasonló termékeket gyártok. Közgazdás segítségével összeállítottunk egy listát egy 4-tagú család napi élelmiszer szükségletéről. Ebben benne van napi 3-szori étkezés, illetve a gyerekeknek a gyümölcs és az uzsonna. Ez szerint naponta 2220 dinárra lenne szükség. Az átlagfizetésből kiszámítva viszont egy család napi bevétele 1655 dinár. Tehát, hogyha elindulunk abból, hogy 1655-öt lehet erre használni, és mennyi jön ki, kiderül, hogy nem elég egy családnak arra, hogy csak étkezzen. Tehát itt nincs benne a rezsiköltség, a bérleti, mondjuk rá lakásbérlési költség, nincs, hogyha kölcsönt vettek fel, ruhapénz, egészségügy, közlekedés, semmi nincs benne. Tehát ebből kifolyólag ugye lehet látni, hogy mennyire nem elég egy átlag fizetés ahhoz, hogy egy kétgyerekes család boldoguljon minden napokban.
A közgazdász elmondta azt is, hogy az elmúlt egy év statisztikai adataiból kimutatható, hogy a fizetések értéke csökkent. Az átlagbér ugyanis 0,78%-kal nőtt egy év alatt, az infláció viszont ugyanebben az időszakban 4%-os volt. Akár az autót is elkobozhatják, ha a sofőr vérében 2000-léknyi alkoholt mérnek. Legalábbis ez is része a közlekedés biztonságra vonatkozó törvényjavaslatnak, amely szigorúbb büntetéseket tartalmaz az eddigieknél, és a következő hónapban kerülhet a képviselőház elé. Sokan néha úgy gondolják, egy kis ital még nem számít. Ugyanúgy tudnak reagálni a baleset veszélyes helyzetekben, mint józanul. Később azonban a többség rájön, hogy ez nem így van. Fiatalabb koromban előfordult, hogy mint sok másnál, hogy ittassan vezettem, és egyszer történt is egy kisebb garamból, és azóta megfogadtam, hogy soha többé nem hajtok ittasson, és ajánlom is a fiataloknak, hogy ezt ne folytassák, mert eleve nagy pénzbüntetések vannak, másodjára pedig az emberek az életével játszanak. A legtöbben elítélik az ittas vezetést, és jónak találják a szigorú büntetéseket. Podržavam to i taki treba kažnjavati što voze pod dejstvom alkohola. Treba oduzeti dozvolu. Mislim da tom čovjeku više ili osobi ne treba više dozvoliti da vozi. A jelenlegi törvény értelmében 0,3 ezreléknyi véralkohol szint alatt még nem büntetnek a rendőrök. Azonban, ha ennél magasabb az alkoholszint, 6 és 30 ezer dinár közötti pénzbüntetések róhatók ki, amely mellé büntetőpontok és a vezetői engedély több hónapra való elvesztése is jár. Amennyiben 2000-lék feletti értéket mérnek, 100-tól 120 ezer dinárig terjedő pénzbírság szabható ki 14 büntetőponttal és legkevesebb 8 hónapos jogosítványbevonással. Amennyiben elfogadják az új törvénytervezetet, akár az autót is elkobozhatják. Tavaly 128 halálos kimenetelű balesetet okoztak ittas vezetők Szerbiában, valamint 3200 olyan balesetet is, amelynek résztvevői könnyebb vagy súlyosabb sérüléseket szenvedtek, mondta Nebojša Stefanović, szerb belügyminiszter. U saobraćajnim kontrolama koje smo mi sa značajno intenzivirali, pokazalo se da je samo prošle godine otkriveno 52.000 vozača koji su upravili vozilom pod dejstvom alkohola, a od toga je skoro polovina imala od 0,5 do 1,2 promila alkohola u krvi. 52.000 vozača u kontrolama koje smo sprovodili, bez obzira šta je razlog kontrole, uvijek se radio alkotest. A belügyminiszter hozzátette, egy másik kimutatás szerint 4200 balesetből, amit ittasan okoztak, több mint 4000 esetben férfi volt a sofőr. Ez a szám azt mutatja, hogy a nők felelősségteljesebb sofőrök, mondta Stefanović. Az orvosok szerint nagyjából fél liter sörtől vagy 2 deci bortól, illetve egy kupica tömény italtól még 0,3 ezrelék alatt marad a véralkohol szint. 2 ezreléket akkor mérhetnek, ha ennek a mennyiségnek körülbelül a 6-szorosát fogyasztja el a sofőr. Persze az alkoholos ital fajtája is változtathat ezeken a számokon. A legbiztosabb, ha mindenféle alkoholfogyasztása nélkül ülünk a volán mögé. Vezessenek óvatosan és felelősségteljesen. Amennyiben mégis szeretnének meginni 1-2 sört, akkor inkább válasszák a taxit, vagy pedig adják az autókulcsot másnak, lehetőleg józan személynek. Nagy a forgalom a röszkei határátkelőhelyek kilépő oldalán, tájékoztatta a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője pénteken az MTI-t. Szabó Szilvia közölte, a röszkei autópálya határátkelőhely Magyarországról való kilépő oldalán a személyautóknak 2, az autóbuszoknak 1 órát kell várakozniuk. Az utazóknak Szerbia felé célszerű másik határátkelőt választani. A magyar és szerb állampolgárok használhatják az Ásotthalmi, a Tiszaszigeti, Röszkei és a Bácsalmási közúti határátkelőhelyet. Ezek naponta 7 és 19 óra között tartanak nyitva. Emellett a Herceg-Szántói és Tompai átkelő folyamatosan igénybe vehető, tudatta a százados. A határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről a www.polisz.hu oldal határinfo rovatában, valamint a rendőrségi útinformációs rendszer mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak az utazók.
Szerbia szeretné tudni, hogy van-e világos jövője az EU-ban, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő tegnap Szalonikiben Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével találkozott, aki a tárgyalás során megerősítette Szerbia világos és egyértelmű európai perspektíváját. Az ország európai integrációjának szentelt találkozón Vučić meghívta Junckert, hogy az Európai Bizottság mandátuma alatt látogasson Szerbiába. Vučić hangsúlyozta, a szerbek 2000 óta hisznek az uniós csatlakozásban, de azóta sok idő eltelt, ezért szeretné, ha világos menetrendet határozna meg az EU az ország csatlakozásával kapcsolatban. Kétoldalú tárgyalást folytatott ma Brüsszelben Alekszandar Vučić Donald Tuskkal. A szerb köztársasági elnök és az Európai Tanács elnöke Szerbia euróintegrációjáról beszélt. A nyugat-balkáni ország az Európai Unió tagjává válik, amennyiben teljesíti a maga elé kitűzött célokat és reformokat, hangzott el ma az Európai Tanács épületében. Szerbia az Európai Unió tagjává válik, ha teljesíti a feltételeket, jelentette ki Alekszandar Vučić az Európai Tanács elnökével folytatott másfél órás megbeszélése után. Hozzátette, bíztató szavakat kapott a tanács elnökétől. If we do our job, if we do our homework, that will become or will join the EU in a way that they have already promised. We'll see, we'll do our job. My thoughts were that our people would be better motivated, better stimulated if we would get that time framework, but it's very obvious for us that today it's not that easy or it's not possible to get an exact date. Donald Tusk a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Szerbia számíthat az Európai Unióra, és az Unió is számít a nyugat-balkáni országra. Egyértelmű állást foglalt az ország, amikor az európai utat választotta, szögezte le Tusk. The pace of the accession process, it will depend on your advances in the reform agenda. One example of how the European Union and Serbia have cooperated to tackle a common challenge is irregular migration. Let me thank you for your support then and today. I hope that the European Union can continue to count on Serbia, just as Serbia can continue counting on the EU to provide the necessary support. Szerbiának folytatnia kell az Európai Unióhoz való közeledést, előrelépést kell elérnie a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd kapcsán, a jogállamiságot fejlesztenie kell, továbbá a külpolitika terén is reformokra van még szükség. Brüsszel azonban egyértelmű jelet küldött, jó úton jár Szerbia teljes jogú uniós tagság felé. Az elmúlt napokban Triestben megrendezett nyugat-balkáni fórum eredményeiről és jelentőségéről tartottak panelbeszélgetést Belgrádban. Az eseményen elhangzott a nyugat-balkáni fórum része a berlini folyamatnak, azonban nem helyettesíti az európai integrációt. Az elmúlt napokban megkötött szerződések, egyezmények rendkívül fontosnak számítanak a régióban, ugyanis az országok közötti kommunikáció, a bilaterális kapcsolatok fejlesztése a régió stabilitásának egyik alappillére, állapították meg a panelbeszélgetésen. A Demosztat és a Konrad Adenauer alapítvány által szervezett megbeszélésen részt vett Kovács Elvira, a VMS köztársasági parlamenti képviselője és a szerbiai parlament integrációs bizottságának elnökhelyettese is, aki elmondta, fontos figyelembe venni azt, hogy a berlini folyamat nem egy stagnáló együttműködés, ugyanis az eddig megvalósult projektek együttműködése komoly jelentőséggel bírnak. Svi lideri Zapadnog Balkana su svesni značaja celog ovog procesa i pošto se u samom uvodnom izlaganju postavilo pitanje da li je bilo nekih razlika između toga što je gospođa Ana Brnabić ili ministar spoljnih poslova Dačić izjavio, jasno je da je strateško opredeljenje i nove malo izmenjene vlade Republike Srbije da je put ka Evropskoj uniji. Újra kinevezte a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkárait a szerb kormány csütörtöki ülésén. Ez azt jelenti, hogy Kern Imre az építésügyi, közlekedési és infrastruktúra fejlesztési minisztériumban folytatja munkáját államtitkárként. Vicek Anna Mária az oktatási, tudományügyi és technológiai minisztérium államtitkára maradt. Vickó Ferenc ezentúl is az egészségügyi minisztériumban tölti be ezt a tisztséget, és Juhász Attila is a mezőgazdasági minisztériumban folytatja munkáját. A szerb kormány
kormány június 30-án mentette fel tisztségéből az összes korábbi Alekszandr Vucic kabinettjéhez tartozó államtitkárt. A Vajdasági Magyar Diák Szövetség július 6-án fellebbezést nyújtott be az Újvidéki Fellebbviteli Bírósághoz az Újvidéki Felső Bíróság elsőfokú ítélete ellen, áll a szervezet szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A VAMADISZ kezdeményezte, hogy a bíróság állapítsa meg azt, hogy az újvidéki jogi kar diszkriminatív bánásmódban részesítette a magyar ajkú jelentkezőket azzal, hogy nem volt hajlandó magyar nyelven megszervezni a felvételi vizsgát. Azt is kérelmezték, hogy a bíróság ezentúl tegye lehetővé a magyar nemzeti közösség tagjai számára a magyar nyelven történő felvételizést. A közleményben leszögezik, a fellebbezést azért nyújtották be, mert az elsőfokú bíróság véleménye szerint az újvidéki jogi kar nem követett el diszkriminatív cselekedetet, emellett a jogi kar határozottan elutasította a tartományi képviselőházi rendelet alkalmazását is. Az elsőfokú bíróság nem volt hajlandó kihallgatni az általuk beidézett tanút sem, aki a hátrányos megkülönböztetés egyik közvetlen áldozata. A fellebbezés oka az a tény is, hogy az elsőfokú döntés számos jogszabállyal szembe megy, egyebek mellett az Alkotmánybíróság és a nemzetközi bíróságok gyakorlatát is figyelmen kívül hagyja. Folytatják a sztrájkot a kragujevaci Fiat gyár dolgozói, ugyanis szerintük a szerb kormány nem garantálta számukra az általuk kért feltételeket. A dolgozók közül mintegy 100-an adták követeléseiket a helyi városháza épülete előtt, amelyet Alekszandr Vucicnak címeztek. A munkáltató azonban leszögezte, addig nem tárgyal, ameddig a sztrájkot nem szüntetik be. A Fiat dolgozói egyebek mellett azt kérik, hogy emeljék meg fizetéseiket, jobb munkafeltételeket követelnek, emellett pedig szeretnének tárgyalóasztalhoz ülni a gyár képviselőivel. Az 1789-es francia forradalom kezdetéről és az első világháborús amerikai hadbalépés 100. évfordulójáról emlékeztek meg ma Párizsban. Az eseményen Donald Trump, amerikai elnök is részt vett, aki a következőképpen jellemezte párizsi látogatását: erősebb a kapcsolatunk Franciaországgal, mint valaha. Katonai tiszteletadás, lovasok, harckocsik és díszszemle, sőt a francia trikolor színeit maguk után húzó vadászgépek is megjelentek Párizs egén. Mindez a francia főváros központi sugárútján pénteken délelőtt. A hagyományos katonai díszszemlének az amerikai hadsereg volt az egyik főszereplője, mert amellett, hogy a francia forradalom kezdetét, vagyis a Bastille elfoglalásának évfordulóját ünnepelték, Amerika első világháborús hadba lépésére is megemlékeztek a francia fővárosban. 8 amerikai harci repülőt és 145 amerikai katonát is láthatott az ünneplő közönség. L'histoire de la France ne commence pas le 14 juillet. A francia államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta, senki sem választhatja szét Franciaországot és az Amerikai Egyesült Államokat. Az amerikai elnök többnapos franciaországi látogatása alatt kétoldalú tárgyalásokat folytatott Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel. Donald Trump Twitter üzenetében röviden annyit írt, hogy minden eddiginél erősebbek az amerikai-francia kapcsolatok. Sajtóinformációk szerint a találkozónak egyébként protokolláris szempontból nagyobb jelentősége volt, mint a tényleges megvitatott témák tekintetében. A hírek szerint a felek érintették a terrorizmus kérdéskörét, a nagy vitákat kiváltott párizsi klímaegyezményt, amelyből az USA kimarad, és a két ország kapcsolatának fejlesztésén is dolgoztak. A Reuters hírügynökség tudósítása szerint a két világvezető találkozása okkal történt, ugyanis Macron Franciaország globális súlyát szeretné növelni, míg Trump meglehetősen kevés szövetségest szerzett a világban kereskedelmi elképzelései és a párizsi klímamegállapodástól való visszalépés miatt. Most pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. A legnagyobb motorrajongók érkeztek Temerinbe. Rekordszámú versenyző vesz részt a ma kezdődő magyarországi 17. FINA vizes világbajnokságon. Hat turistát megkéseltek ma egy kelet-egyiptomi üdülőhelyen. Biztonsági és orvosi források szerint két ukrán állampolgár meg is halt. A támadót elfogták, közölte a belügyminisztérium. A férfi gyaníthatóan egy közeli nyilvános strandon úszott át a város egyik szállodájához tartozó területre. A belügyminisztérium közlése szerint a késelő hat nőt sebesített meg, valamennyien külföldiek.
otthonában égett halálra egy 52 éves királyhalmi férfi. A lángokra a szomszédok lettek figyelmesek és jelentették a tűzoltóknak csütörtök hajnalban, akik gyorsan a helyszínre érkeztek. A férfi holttestét a törmelék alatt találták meg. Kiégett tető, üszkös gerendák, kitört ablakok és ajtók, ennyi maradt abból a királyhalmi házból, ahol Sors Nándor élt. Csütörtök hajnalban ugréikat a piacra induló szomszédok azzal ébresztették, hogy a szomszédos telken lángokban áll egy ház. Azonnal előkerültek a tömlők és megkezdték az oltást. 14:30 körül szóltak a szomszédaink, hogy ég a ház a szomszédba, és akkor gyorsan intézkedtek ők is, meg mi is, hogy hoztuk a tűzoltó tömlőket, csatlakozókat, és próbáltuk innen a ház előben egy csatlakozás, oltani a tüzet, és a szomszédasszony közben szólt a tűzoltóságnak, úgyhogy gyorsan ki is értek. A szomszédok azonnal oltani kezdték a tüzet, mivel félő volt, hogy a szomszédos hűtőház tetejére is átterjednek a lángok. Még másnap délelőtt is locsolták az épület elszenesedett gerendáit. Ekkor még senki sem tudta, hogy mi történt a házban élő 52 éves Sors Nándorral. A tűzoltók később találtak rá összeégett testére a törmelék alatt. Felkerestük az elhunyt testvérét is. Piroska elmondta, értelmi fogyatékos testvére szerény nyugdíjból szegényes körülmények között élt. A szomszéd, a rokon, az unokatestvér azt jött el szólni 17:30 felé, hogy leégett a kis ház. Csak kérdeztem, hogy beleégette a testvérem, de beégett, mikor én már elmentem megnézni. És mi történhetett vele? Elaludt vagy esetleg italos állapotban lehetett? Hát én azt nem tudom. Inni ivott, alkoholt fogyasztott, hogy reggel hajnalban, hogy rágyújtott, nem tudom. A rendőrség és az ügyészség is kivonult a helyszínre, de Piroska nem láthatta testvérét. Elmondta, a rendőrök azt tanácsolták neki, ne nézze meg az összeégett testet. A tűz oka egyelőre ismeretlen, mivel az áldozat tüzet a házban még télen sem gyújtott. A szomszédok azt feltételezik, hogy egy nem megfelelően eloltott cigarettától kapott lángra az épület. Akár az életük árán lélekvesztőkön próbálnak Törökországból az Európai Unió területére jutni a Közel-Keletről érkező migránsok. Vannak, akik vízbe fulladnak, másokat a török biztonsági erők tartóztatnak fel. A szabadkai befogadó központban tartózkodó migránsok közül többen is mostoha körülmények árán jutottak a városba. Gondtalanul játszottak a gyerekek a szabadkai befogadó központban. A lurkok közül volt, aki a kerékpárát javította. A hőségben csak néhány ember tartózkodott az udvaron. A legtöbben a kis barakkokba húzódtak a nap elől. A 21 éves Krish Mahmadi megpróbáltatásokkal teli útjáról mesélt. A török rendőrök feltartóztatták őket. Miután elengedték őket, társaival lélekvesztőn keltek át a földközi tengeren. Ő és családja túlélték, de nem volt mindenkinek ekkora szerencséje. It was 80 person in one balloon, like boat, very small ones. It was very difficult things to I see in my life. It was like those things to I see in my this travel, the time to I came from Greece in Macedonia. All Macedonia we came by walking and in dangerous jungles to have Macedonia. It was something to I saw it before in my dream. I was afraid, I was scared, but I see these things in the real. Mohamed Akan németet tanít a befogadóban tartózkodó gyerekeknek. Ő a családjához utazna Németországba. Még az iskolában tanult meg angolul és németül is. Elmondása szerint Afganisztánban a szövetséges erőknek dolgozott, foglalkozását tekintve építészmérnök. I was working with the Afghanistan government and all European forces and American forces as a civil engineer. I work with a corporation, the contract. Work from the American and the all European forces. A szabadkai befogadó központban jelenleg mintegy 130 fő várja, hogy tovább mehessen az Európai Unió területére, de sajnos nem sok esély van erre, mondják a migránsok.
Idén 28. alkalommal rendezik meg a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábort, tusványos a biztos pont mottóval. Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnöke a Budapesten sajtótájékoztatón kiemelte, a 2-től vasárnapig tartó rendezvényen 28 sátorban tartják a programokat. Tusványos a legkomolyabb erdélyi fesztivál, a Szabad Egyetemek Szabad Egyeteme, tette hozzá. Németh Zsolt közölte, a bálványosi Szabad Egyetemen a hagyományoknak megfelelően szombaton felszólal Orbán Viktor, várhatóan megosztja az európai jövővel összefüggő dilemmáit. Utalva a program mottójáról azt mondta, tusványos a biztos pont, mint szabad egyetem, hiszen 28 éves intézményről van szó. Biztos pont azért is, mert a magyar nemzetpolitika összefonódik tusványossal, nagyon jelentős gondolatok születtek ott. Kárpát-medencei könyvtári hálózat létrehozását tervezi a Magyar Nemzeti Tanács. Ezt annak kapcsán nyilatkozta az MNT elnöke, hogy a kishegyesi könyvtár társalapítói jogainak átruházásáról szóló szerződést írt alá a kishegyesi községi képviselőtestület elnökével. Közel 100 éve létezik a kishegyesi könyvtár, hivatalosan azonban 1967-től jegyzik a működését. A 35 ezer kötettel rendelkező intézmény további kiadványokkal gazdagodik. Nagyon szép számban kapunk most könyveket, nagyon-nagyon várjuk, ez mindig izgalommal tölt el bennünket. Valójában az állomány, illetve a várt könyvek vegyesek lesznek. Megkaptunk előre egy listát, amiből mi válogathattunk, és úgy is válogattuk ki, hogy gondoljunk minden olvasóra, tehát ez magába foglalja a szép irodalmat is, magába foglalja a szakirodalmat, az azt jelenti, hogy szakkönyvtárral is rendelkezik a mi könyvtárunk, tehát ennek az állománya is bővül. Szűgyi István, a községi képviselőtestület elnöke szerint a támogatás nagy jelentőséggel bír a helyiek számára. További jó hír, hogy a társalapítói jogok átruházásáról szóló szerződés megkötésével lehetőségük nyílhat felújítani a könyvtár épületét. Szerintem avval, hogy bizonyos számú könyvvel majd a közeljövőben fog bővülni a könyvállomány, ez mindenféleképp ugye újabb lehetőséget ad arra, hogy az olvasó közönségnek legyen választéka, és ha az ember minél többet olvas, ugye tudjuk, annál jobb lesz, mint ember, és annál okosabb lesz, és annál jobb ember lesz mindenféleképpen. A Magyar Nemzeti Tanácsnak 39 kiemelt jelentőségű kulturális intézménye van. Kishegyesen a 10. társalapítói szerződést írták alá. Itt most Kishegyesen azért is fontos ez az ünnep, hiszen a 10. szerződést írtuk alá, másrészt pedig azért fontos és jelentős, mert úgy gondoljuk, hogy ezeknek a kiskönyvtáraknak a közös együttműködés, a Nemzeti Tanáccsal való szoros kapcsolat, és itt nem csak a könyvtár, hanem elsősorban a helyi önkormányzattal való építkezés azt jelenti, hogy egymást erősíteni tudjuk. Hajnal Jánő szerint a közeljövőben lehetőség nyílhat egy könyvtári hálózat kialakítására, amely nem csak Vajdaságra terjedhet ki, hanem az egész Kárpát-medencére. A Topolyai Tájházban július 10-től 15-ig bárki megtekintheti az Alkotni Jó Játszani Örömmel nevezésű kézműves tábort. A gyerekek munkáit a tábor utolsó napján kiállítják, és a legügyesebb táborlakók jutalomban is részesülnek. Szövés, vonás, sejemfestés, gyöngyfűzés. Ilyen is hasonló jellegű foglalkozások vártak a gyerekekre Topolyán a kézműves és játéktáborban. A tábor során a gyerekek rengeteg hagyományos kézműves programmal találkozhattak. Az idei éppen a nemezelést is kipróbálhatták. A 11 éves Rebeka ezt a két gyönyörű tulipánt készítette el. Az apróságok büszkén mutatták be tárgyaikat, amit saját kezűleg készítettek. Én ezt a táskát nagyon-nagyon örülök, hogy elkészítettem. Tavaly csináltam egy ilyen kis szőnyeget, ugyanezzel a technikával, csak hogy itt oldalt ezt bevartuk, nekünk kellett fonnunk egy ilyen, amit beakasztunk a nyakunkba. Ez egy dekopás munka, amire rá van írva, hogy otthon édes otthon, és ez ugye az ilyen tábla, amit kibírunk tenni akár a házunk elé. A gyerekek többsége évek óta részt vesz a táboron. Mivel már 4 éve járok ide, azt hiszem, hogy már mindenkit ismerek itt. Voltak, akik először vettek részt az 5 napos táboron, de már most tudják, jövőre is szeretnének ellátogatni. Nagyon élvezem, és sikerült még barátokat is szereznem.
A nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat és a Vox Humana civil szervezet jóvoltából már évek óta kézműves programokkal tarkított tábor vár a gyerekekre nyáron Topolyán. Szombaton, holnap 9 órakor lesz a záró része a tábornak, ahol kirakjuk a munkákat, kiállítást készítünk, valamint a gyerekek a hét folyamán ügyességi versenyekbe vettek részt, és akkor a legjobbak kicsit nagyobb ajándékot kapnak, a kisebbek pedig vigaszdíjként egy kis édességet. Az idei évben 43 lurkó vett részt a programokon, akiknek alkotásait megtekinthetik az érdeklődők. Motorok zúgásától és rockzenétől hangos a vásártér Temerinben. A délbácskai településen július 15-éig tart a már hagyományosnak számító motoros találkozó, amelyen a hazai látogatók mellett számos külföldi vendég is részt vesz. Kétség kívül a legnagyobb motorrajongók érkeztek meg elsőként a temerini motoros találkozóra. Ha valakinek a vérében van a két kerék, akkor az tudja, hogy mi van itt. Mi ez a szabadságnak az érzete a motoros találkozó? Sátraikat a külföldi vendégek is felállították. Magyarországon is megyünk, egy évben kétszer-három szó, és egy nyáron külföldre is elmegyünk egyszer. És most a Temerint választottuk. Egy Tatabányáról érkező társaság már negyedszer vesz részt az eseményen. Elmondásuk szerint az évek során szoros barátságot alakítottak ki a temeriniekkel. Voltunk itt is, voltak ők nálunk, a temerini barátaink voltak nálunk, és a kölcsönös tapasztalat alapján az terült ki, hogy mi kölcsönösen megegyezünk, szeretjük a motorozást, és szeretjük a barátságot. A rendezvényt a kezdetektől fogva a Temerini Patriots Motoros Klub szervezi. Mindig jobban összetartunk, mindig jobban neki vagyunk annak indulva, hogy mindig nagyobbat, mindig jobbat tudjunk csinálni. Ugye évre-évre haladunk abba, hogy tényleg fejlődünk főfelé. És hát a nagyon nagy környékben ugye azt lehet mondani, hogy az egyik legerősebb találkozót tudjuk megszervezni minden évben. A szervezők szerint sokaknak előítéletei vannak a motorosokkal szemben. A találkozó kiváló alkalom lehet arra, hogy közelebbről is megismerjék őket. Ezért mindenkit szívesen várnak a rendezvényre. Tiszta szívvel csináljuk, reméljük, hogy szívesen is veszik ezt tőlünk, mert ezt mi végettünk, meg ő végettük is csináljuk. És miről fog szólni ez a három nap? Hát az csak a buliról. A látogatók a többi között a magyarországi Ród vagy a horvátországi Atomskos Kloniste koncertjét élvezhetik. Minden évben több ezer ember látogatja a motoros találkozót itt Temerinben. A rendezvényt 10. alkalommal szervezték meg a délbácskai településen. Az esemény leglátványosabb momentuma szombaton várható, amikor is több száz motoros vonul majd végig Temerin utcáin. A szabadkai Dávor Stefeneket választották meg a világ legjobb birkózójának 2016-ban a görög-római stílusú kategóriában. Erről döntött a Nemzetközi Birkózó Szövetség. Az elismerést augusztus végén adják majd át Párizsban, írja a subotica.com hírportál. Stefenek elmondta, hatalmas elismerés számára a díj, amelyet egyik eddigi elért éremmel sem lehet összehasonlítani. Pezseg az élet Palicson, alig ha lehet úgy végig sétálni a tóparton, hogy ne halljunk belga, portugál vagy angol beszédet. Ezúttal a fürdővárosban tartják az evezős egyetemi Európa-bajnokságot. A verseny szervezője a Szerbiai Egyetemi Sportszövetség. Egymás után vonultak fel az evezős csapatok a palicsi vigadó előtt. A többi között Portugáliából, Törökországból, Norvégiából és Belgiumból érkeztek fiatal versenyzők, valamennyien sportegyetemek diákjai. Az evezős egyetemi Európa-bajnokság ünnepélyes megnyitóját csütörtök este tartották. A horvátországi Lovro Banovic apja nyomdokaiba lépve kezdett el ezzel a sportággal foglalkozni. Szerbiát belgrádi diákok képviselik a színvonalas versenyen. Milica Vadogáz 2,5 éve evez. Európa 23 országának 83 egyetemiről mintegy 500 diák érkezett Palicsra. Najviše ljudi koji će ovdje doći biće iz Engleske i iz Nizozemske. I imat ćemo puno studenata iz Njemačke. Znači to su tri zemlje kojih najviše
dolazi univerzitetski ekipa kad imamo šampionate u veslanju. A versenyek péntektől vasárnapig tartanak. A megnyitón elhangzott, a verseny turisztikai szempontból is igen fontos, hiszen a 4 napra összesen 2000-en foglaltak szállást a palicsi szállodák valamelyikében. Rekordszámú versenyző vesz részt a ma kezdődő magyarországi 17. Fina vizes világbajnokságon, mondta az eseményt lebonyolító Budapest 2017 non-profit Kft. Szóvivője. A július 30-áig tartó VB-re 2400 versenyző és 1600 akkreditált kísérő érkezik. A Masters VB-re, amely augusztus 7-től 20-áig tart, 12000-en neveztek be. A szóvivő kiemelte, hogy a VB-nek 2 ingyenesen megtekinthető megnyitója lesz. Az egyik ma 21 órától Budapesten, a másik holnap délelőtt Balatonfüreden. A híradó végén pedig egy rövid beszélgetést láthatnak Szabó Szebasztiánnal és Szilágyi Csabával. A 2 vajdasági úszó is kijutott a budapesti vizes VB-re. Agárdi Gábor beszélgetett velük. Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit, ahogy láthatják, az én homlokom is gyöngyözik, pedig egyetlen host sem úsztam, ezt átengedtem a vajdasági úszóknak, akik itt készülnek föl, és őket fogjuk megkérdezni arról, hogy milyen élmény lesz majd Budapesten kvázi hazai közönség előtt fellépni. Most hozzád lépek, Szebasztián, milyen érzés lesz számodra vajdasági magyarként Budapesten megmérkőzni? Hát szerintem, mert ez az első nagy verseny, az első világbajnokság, örülök neki, még izgulok, és persze a közönség ott lesz, szurkolni fog szerintem, remélem, és az nekem nagy motivációt ad. Ezt mondtad, hogy ez lesz az első nagy világversenyed. Beszéltem az edződdel, azt mondta, hogy nagyon jó eredményre számít tőled. Te hogyan érzed, mire lehetsz képes? Hát szerintem, hogy minden megtettünk, amit bírtunk. Nagyon keményen edzettem. Most ilyen Nem annyira érdekel, hogy hanyadik leszek, inkább az idő engemet érdekel, de ilyen de valami elődöntő nekem, én abban még lennék elégedve. Mondjuk egy ilyen világversenyre mennyit kell készülni, más ez, mint amikor egy más szintű bajnokságra úsztok? Persze, hát ez világbajnokság, csak a legjobb úszok a világon ott lesznek. Persze van még mit. Nagyon sok munka kell, hogy elmenjen valami világbajnokságra, meg főleg valami döntőt úszni, és ne is mondjunk valami érmet szerezni. Ez rengeteg munka, még nem csak fizikai munka, hanem pszichikai munka is ott. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok neked, és most átfordulok Csabához, aki azt mondta nekünk, hogy ilyenkor, amikor a versenyhez közelítenek, akkor már egy kicsikét csökkentik az edzések intenzitását. Mindjárt el is mondja nekünk, hogy miért van ez, hogy pont a hajrában kell kevesebbet edzeni. Hát az igazság, hogy egy ilyen nagy világbajnokság, EB vagy világbajnokság egyszer van 2 évben, szóval minden úszó faktikusan egy egész évet erre áldoz fel, és hogyha 11 hónapig keményen edz, akkor az a 12. hónap ez egy olyan lazább intenzitású, hogy a test felépüljön, hogy jobban érezzük magunkat, hogy pihentebbek legyünk, és hogy tudjuk a maximumot nyújtani. És ugye előtte azért intenzív tréningek vannak, mégis mennyit szoktatok edzeni, hogyha ezt az 1-2 hónapot a kezdés előtt nem nézzük? Hát átlagban az egy olyan 2 óra reggel, 2 óra délután úszás, plusz 1 óra konditerem, szóval mondjuk rá, hogy ez egy 5 óra aktív munka, viszont azért van itt úgymond passzív munka is, plusz nyújtás, plusz esetleg pszichológussal való dolgozás, de az aktív munka az körülbelül 5 óra naponta. És ugye Budapesten lesztek a család, a szurkolók sokkal közelebb lehetnek hozzátok. Milyen érzés ilyenkor, ahogy te is mondtad, szinte hazai közönség előtt úszni? Így van, említettem már azt is, hogy jól ismerem a magyarországi úszókat, remélem, hogy a közönség is úgy fogad bennünket, mint a hazai úszókat. Ez nem az első nagy versenyem Magyarországon, úsztam már 2 debreceni EB-t és egy budapesti EB-t is a Margit-szigeten, de ez az első világbajnokság Magyarországon, úgyhogy szerintem kiváló lesz a hangulat. És még tőled is megkérdezném azt így a végére, hogy te milyen eredményt vársz magadtól, mert az edződdel beszéltem, és azt mondta, hogy elég jó esélyeid vannak. Hát jó van azért egy világbajnokságon, azért ott van a világkrémje, és
A legjobb eredményem a múltkori világbajnoki döntő Kazányba 2 évvel ezelőtt, az 50 méteres mellúszásban. Azt szeretném megismételni, azért egy világbajnoki döntőt úszni, ez egy hatalmas dolog. Viszont az 50 méter az egy elég nagy lutri, úgyhogy itt minden megesetik, de hogyha döntőben van az ember, akkor akár érmet is szerezhet. Nagyon szépen köszönöm neked is, és sok sikert kívánok a versenyhez. A nézőknek pedig csak azt tudom javasolni, hogy idézzem a legendás sportriportert, Nézi Jenőt, hogy jó estét és jó szurkolást mindenkinek. A szó a stúdióé. Köszönjük szépen, és mi is sok sikert kívánunk a fiúknak. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. Egyre kevesebb húst, tojást és kávét vehetünk az átlag fizetésből Szerbiában. Szigorúbb közlekedésbiztonsági törvényt vezethetnek be, az ittas vezetőktől az autót is elkobozhatják. Kétoldalú tárgyalást folytatott ma Brüsszelben Alexander Vučić Donald Tuskkal. Az 1789-es francia forradalom kezdetéről és az első világháborús amerikai hadbalépés 100. évfordulójáról emlékeztek meg ma Párizsban. Köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, kattintsanak honlapunkra, panonrtv.com-ra. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!